Paláver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver. Hangra fel. Szép jó napot mindenkinek, köszöntöm Önöket a Hír Televízió és a Hír FM Rádió közös interaktív vélemény műsorában, a Paláverben, amely, mint látható, egy szép megújult stúdióból jelentkezik a hét eleje óta. Nekem ez az első alkalom, nagyon jól érzem magam ebben a környezetben, bár azt nem tudom, hogy itt a hátam mögött lévő rácsot azt esetleg a balliberális betelefonálunk szavazták-e meg nekem, de az biztos, hogy én a magam szempontjából nem mögötte, hanem előtte érzem magam. No, a szokásos a menet. Trend, három témát hoztam ma Önöknek, ezekhez lehet hozzászólni a 061-799-2999-es telefonszámon, illetve SMS-ben a 0677-953-as számra küldhetik el rövid szöveges üzeneteiket. Mai három témánkat szerintem a hét vagy az elmúlt hónapok akár legkúrensebb témái köré fűztem föl. Az első az arról szól, hogy a Városháza eladási botrány van, amelyben ugye most már büntetőeljárás is zajlik egy ideje. Egy újabb gyanúsítottot hallgattak meg a nyomozó hatóságok. Ugye ez az az ügy, ami Karácsony Gergely szerint nem is létezik, ugye ez egy felfújt lufi, úgy gondolja a főpolgármester. Hát a jelek szerint a nyomozó hatóságok ezt egy kicsit másképp gondolják. A második témánk az pedig ugye az elmúlt hetek baloldali hőséről szól, Magyar Péterről, aki hát, hogy is mondjam, viszonylag kritika nélküli örömteli fogadtatásban részesült a kormányellenes választók körében. Ő egy ilyen forradalmárként állítja be magát, szinte ugye március 15-én bontott zászlót, folyamatosan Petőfi idézetekkel próbálja meg kábítani a követőit. Hát azért akkor a teljes képhez tartozzon hozzá az is, hogy Varga Judit, Magyar Péter volt felesége korábban már tett rá utalást, hogy mielőtt Magyar Péter hirtelen ennyire kormánykritikus lett volna, előtte hát jobboldali oligarcháknál kilincselt mindenféle pozíciókért, állásokért, és most egy beszélgetésben Magyar Péter azt is elárulta, hogy utoljára Mészáros Lőrinc egyik cégénél kopogtatott valamiféle pozícióért. Ő azt állítja, hogy ezt megkapta volna, de hát a lelki ismerete, vagy én nem tudom mi, az úgy döntött, hogy akkor ő ezt visszamondja. Hát a feleségének a beszámolója ettől ellentétes, tehát úgy néz ki, hogy valószínűleg azért kezdett politikával foglalkozni, mert becsukódtak előtte az ajtók. Döntsék el Önök, mit gondolnak erről. A harmadik témánk az pedig most már ugye, hát jó, sajnos túlságosan régóta is zajlik az orosz-ukrán háború, amellyel kapcsolatban a nyugat-európai országok ugye Oroszország bojkottjával foglalkoznak, Ukrajnát támogatják gőzerővel, fegyverrel és pénzzel is. Ehhez képest most kiderült egy ukrán lap beszámolójából, hogy az Oroszország által elcsatolt krími területeken, ott, illetve a Donbászban, ott gyakorlatilag német nagyvállalatok jelentkeztek, hogy hát szeretnék az újjáépítés munkálatait magukra vállalni. Hát finoman szólva is, mintha egy picit a kormányuk politikájával ez ellentétes lenne, de mondják el Önök erről a véleményüket. Még egyszer elismétlem a 0617992999-es számon, illetve a 0677953-as SMS vonalon. Már megint igen sokat beszéltem, úgyhogy inkább kapcsolom Dalmát. Kezi csokolom! Jó napot kívánok, kedves Robert, migráns, kommunista, liberális, hülye zöldek és Magyar Péter nélküli szép napot. Ugye van még olyan? Meg a múltkor. Igen, de van még Magyar Péter nélküli nap? Mert szerintem hát a csapból is elfolyik. Szerintem jó lenne, ha lenne. Igen. Nem? Hát ránk, jó lenne, ránk ha férne, lenne. De hát az a helyzet, hogyha a bal liberális média nem beszél róla, meg mi sem beszélünk róla, igen, akkor ő úgyis elkezd magáról beszélni. Igen. Tehát... Egyébként, Robert, tudom, hogy egy picit el vagyok késve, csak nem jutottam be azután a következő csütörtökön, mert ugye szerda este volt a Juditnak az előadása, ennyi túlzás, szóval az interjúja. És akkor én akkor este mindjárt leültem, és kiírtam magamból, amit akartam elmondani. Most, amit a Juditnak írtam, az már úgy érzem, hogy nem aktuális, de ennek a
ennek a Péterkének. Szóval a következőt írtam pár mondatba. Néhány szavam azért lenne ehhez a magyartalan Péterhez, és most csendőr percú következik. Nem szégyelled a narcisztikus pofádat? Te, aki a rokonságon, a barátok és a feleséged hátán felmászva akartál lenni valakit. Valaki, viccesen szólva komp akartál lenni, de nem komplett lettél. Ahelyett, hogy büszke lettél volna csodás feleségedre, benned kizárólag az irítség tombolt, és tombol a mai napig. Te nem az új messiás vagy, hanem maga Júdás áruló, még hogy kiábrándult fizetes, aha, soha nem voltál fideszes, csak egy megélhetési aljadéka országunknak. Az ember csak a fehér neműjét váltogatja, nem a politikai identitását. És nagyon örülök, hogy a Fidesz kivetett magából. És ahogy elnézem ezt a primitív csűrét körülötted, na ezeket is majd át fogod verni, ezeket is behallgatod, ezeken is át fogsz gázolni, egészen biztos vagyok benne. Hála Istennek, Judit már megszabadult tőled, csak a gerekeidet sajnálom, hogy ilyen gerinctelen apjuk van, és ezen a gyerekek felnőtt korukban sem tudnak változtatni. Na ennyit írtam ki magamból nagy hirtelen mérgembe, amikor a Juditot végighallgattam. Igen, a dühöt azt érzem ennyi. Benne egyébként. Ennyi a Magyar Péterről. Így van, pontosan. A másik dolog meg, megmondom őszintén, Robert, nekem ez a Rács, ez rohadtul nem tetszik. Megmondom őszintén, nagyon nem tetszik. Tudja miért? Én tényleg rühellem az ATV-t, de az a szép kép, amikor mögé vetítik az esti kivilágított Budapestet, szóval nem értem, hogy a hírtévések miért nem tudnak olyan képeket oda vetíteni, akár a vezércik mögé is például, a budai várat, a parlamentet, és közben odaírni, hogy mit újítottunk fel. A gyönyörű épületeinket, a hidakat, a Badacsonyt, és sorolhatnám a Festetics kastélytól, a nem tudom én mi, amit felújítottunk, amit rendbe tettünk. Komolyan mondom, tehát ezzel is kedves Dalma, ez már ugye műsor koncepció kérdése, bocsánat, illetve ízlések bocsánat, és pofonok. Tehát, hogy persze. Tehát ez persze. Az ATV jó, így. Jó, ebben igaza van. Úgyhogy... Oké, jó. Akkor ugye nekem nem igazán kell témákat adni, én mindig találok magamnak. Szeretnék üzenni a Szentkirályi Alexandrának, ha megengedi. Szerintem most már fejezze be az Alexandra azt, hogy a Karácsony mit nem csinált. Ezt már mindenki tudja, mindenki. Nekem az a véleményem, hogy Alexandra de 50-et, csak 5 dolgot ígérjen meg, de azt az 5-öt viszont teljesítsék. Abban nem vagyok. Nincs nálam a bölcsekköve, de azért elmondom. Szerintem az első és legfontosabb a közlekedésnek a rendbetétele, a biciklisávokat eltüntetni, a karókat eltüntetni, a Lánchidat visszaadni az autósoknak, a rakpartot visszaadni az autósoknak. Aztán a hajléktalan kérdést megoldani, mert a villamos nem lakás, a park, meg nem közvécé. Ezt kell velük megértetni, hogy mindenki össze kell őket írni, össze kell őket szedni, és idézőjelben mondom, bekényszeríteni egy normális szállásra, ahol tudnak mosakodni, kulturáltan tudnak étkezni, és ott néha kimossák legalább a ruháikat is. Aztán csinálják meg a fonódó villamost, a libegőt, és ahol lehet, zöldítsenek. Nekem ennyi volna, és szerintem, ha a budapestiek ezt megkapnák, legalább ezt a 4-5 dolgot, akkor én biztos vagyok benne, hogy fényes győzelmet fog aratni Alexandra. Egy pici türelmet kér szerintem Szentkirályi Alexandra és csapata a választóktól, de higgyel nekem, Dalma, hogy amiket ők kritizálnak, azt nem azért teszik, mert úgy gondolják, hogy ez az, amit Karácsonynak meg kellett volna csinálni, de ők nem foglalkoznának ezzel, hogyha megkapnák Budapest irányításának a jogát, de szerintem néhány napon belül én biztos vagyok benne, hogy a Fidesz-KDNP-nek az a fajta előremutató kampánya is megkezdődik, amire most ön gondol. Ettől függetlenül, hogy is mondjam, tehát azért Karácsony Gergely, aki
Hát nem feltétlenül városvezetést mutatott be az elmúlt 5 évben, inkább nem. Ilyen ideológiai hát politizálást. Nem. Ezért, ezért nem árt időnként, és nem is feltétlenül a mi szempontukból, hanem a saját választói szempontjából rámutatni arra, hogy mit ígért, hogy mit nem csinált jó. meg. Tehát... Így van. No, hát köszönöm de szépen. Hát végnélkül sorolhatjuk, hogy mit nem csinált, mert ez a szerencsétlen, bocsánat, de el szoktam mondani, ez annyira hülye, ezt tudta, hogy az ilyen hülyét nem anya szüli. Jaj, hát ne. Az ilyen hülyét tombolán nyerik. Jaj, ne. Dalma, ne. De, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Hát, egy humoros performance-ot engedjen meg még a végére. Képzelje el, hogy Putyi levelet írt Bidennak. A következő a szöveg. Mélyen tisztelt elnök úr, szeretném őt meghívni Oroszország következő győzelmi felvonulására. Erre Biden visszaír, hogy köszönöm a meghívást, de az elkövetkező időben nem óhajtok Moszkvába elutazni. Erre Putyin visszaír. Ó, kedves Biden úr, mi sem Moszkvára gondoltunk, New Yorkra. Köszönöm, hogy meghallgatok. Köszönöm, Dalma, kezit csókolom, viszont hallásra. Az a helyzet, hogy viszont most már viszonylag rövid időnk maradt a következő reklámszünetig, úgyhogy kénytelenek lesznek beérni velem addig, ebbe a következő 2 percben. Hát az a helyzet, hogy jöttek SMS-ek is, ezekből most olyan sokat nem tudnék beolvasni, mert hogy beindult a szokásos baloldali trolláradat, tehát ide-oda elküldenek minket melegebb helyekre. Valaki azt írja, hogy nem a Juci mászott fel az anyós vállán, mert én úgy gondolom, hogy de. Persze, hát szokásos baloldali módra nem feltétlenül írta alá. Hát kedves Anonymous, azt gondolom, hogy Varga Judit karrierjének az ex-anyósához az ég egyadta világon semmi köze nem volt, tehát ezt végig lehet nézni, hogy milyen lépcsőfokokat járt be, amíg eljutott például az igazságügyi miniszteri posztig. Ha bárki ott valamiféle összefüggést talál az Országos Bírói Hivatallal, az kérem, hogy hívjon föl minket, mert az gyakorlatilag olyan, mintha kincset talált volna. Aztán azt írja, hogy Éva Lajos Mizséről, Kamu Karácsony és az egész baloldal csak az anyagiak miatt nyomul, átverik hazájukat és az embereket. Azt gondolom, hogy ehhez nem sok mindent kell hozzátenni. Tény, hogy én ezt mostanában többször elmondtam már a Vezércikk című műsoromban, hogy Karácsony Gergely egyetlen egy ígéretét azt egészen biztosan betartotta. Azt ígérte, hogy szabad Budapestet fog teremteni. Hát mostanra így lassan 5 év alatt sikerült is megszabadítani a Budapestet a beruházásaitól, a fejlesztéseitől, a normális közlekedésétől, és leginkább a vagyonától, tehát a felszabadítás megtörtént, csak attól tartok, hogy a baloldali választók sem feltétlenül erre a fajta szabadságra vártak. Hát ezen mindenki elgondolkodhat, egyébként a Karácsony Gergely oldalt támogatók is, és most már alig néhány hét van hátra, amikor elmondhatják véleményüket arról, amit Karácsony Gergely és csapata végrehajtott ebben a városban. Hogy őszinte legyek, én azt nem pontosan tudom, hogy mi az, ami az ő támogatását indokolhatja a továbbiakban, ezt majd a választók eldöntik. Mi most elmegyünk egy pár perc szünetre a hírtelevíziótól, addig itt maradunk a Hír FM rádióban, a tévénézőket várom vissza néhány perc múlva. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel! Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel! Szép jó napot ismét mindenkinek, köszöntöm Önöket a Hír Televízió és a Hír FM Rádió közös interaktív vélemény műsorában a Palaverben. 17 óráig mindkét csatornán várom Önöket, időnként esetleg reklámbrékes megszakítással a televízió csatornán, de addig egészen biztosan zavartalanul fogunk tudni beszélgetni, meghallgatom az Önök véleményét a mai napra nagyjából belőtt témákról, és ha keresnek minket, akkor azt a 06179-2999-es telefonszámon tehetik, vagy írhatnak rövid szöveges üzenetet is a 0677953-as számon.
A témáink pedig ugye mindig három szokott lenni itt a műsorban. Az első az az, hogy a Városháza Gét ügyben, amelyről Karácsony Gergely következetesen állítja hetek, hónapok óta, hogy nem is létezik, egy újabb gyanúsítottat hallgattak meg a hatóságok, így most már 4 gyanúsítottja van ennek a büntetőeljárásnak. A másik, hogy kiderült, Magyar Péter maga árulta el, hogy Mészáros Lőrinc egyik cégénél kilincselt állásért, mielőtt nekiállt volna hirtelen felismerni a rendszer összes hibáját és bűnét, és úgy nem döntött, hogy akkor ő most már pedig rendszert fog váltani. Hát azért ezt várjuk majd ki, mert még pártja sincsen. No, a harmadik témánk az pedig az lehet, ha önök is egyetértenek, hogy miközben a német kormány gőzerővel támogatja Zelenszkij harcát Ukrajnában az oroszok ellen, aközben a német tőke Oroszországnak felajánlotta a segítségét az Ukrajnától elcsatolt, megszállott területeken az újjáépítési munkálatokban. Ez is egy érdekes kettősség, bár tudjuk, hogy a német tőke és a német kormányzati politika az nem mindig jár kéz a kézben, hiszen miközben minket is folyamatosan szapulnak a német politikusok, eközben a német beruházások, köszönjük szépen, nagyon jól érzik magukat Magyarországon. No, hát ezek lennének a témáink, és beolvasnék egy-két SMS-t, mert az előző etap végén, amikor ott olvasgattam SMS-eket, akkor igazából még valahogy csak a trollok voltak, és most kezdenek számunkra is érdekes, valóban érdekes SMS-ek érkezni. Az egyik, hogy jól írja Szegedről, hogy kormánypárti SMS írók nevében kormánygyalázó üzeneteket küldenek libernyákok, Volános nevében is. Ugye egyszer egy korábbi műsorban én ebben már beleszaladtam, és akkor Volános szólt is, hogy ez nem ő. Figyelünk erre, kedves Joli. Én azt gondolom egyébként, hogy az üzenetek témája, tartalma az eléggé meghatározza azt, hogy ki milyen formában próbál részt venni a műsorban. Aztán azt írja Margita, ez a szerencsétlen Magyar Péter egyre mélyebben dagonyázik a csatornában, a hatalmas egójától azt sem veszi észre, hogy az egész dollár oldal az ő vállára állva mászta feljebb, amikor már nem tud majd levegőt venni sem, ezek ott hagyják a csatorna legalján. Hát abból a szempontból már is tökéletesen igaza van Margitának, hogy ugye Donát Anna a Magyar Péter által készített hangfelvétellel már is kirohant az Európai Parlamentbe az ő mentorához, Vera Jurovához, aki majd biztos eléri, hogy az Európai Parlament vizsgálja ezt a felvételt. Egyébként én pont ma írtam egy publicisztikát, véletlenül holnap reggel fog a Mondiner oldalán megjelenni arról, hogy ha már így van, akkor Donát Anna megkérhetné egyébként az Európai Parlamentet arra is, hogy akkor ilyen nemzetközi jogsegélytek keretében mi meg szívesen átvennénk akár az Ursula von der Leyen Pfizerrel folytatott SMS-ezése ügyében a nyomozást a Lízsi ügyészségtől, amelyik hát biztos, hogy baromira elfogulatlan, de hát azért mégiscsak ők engedték ki Eva Kailit is a előzetesből, hogy aztán jogállamisági kérdésben szavazhassanak. Az Európai Parlament meg ugye hát annyira elfogulatlan a Ursula von der Leyen SMS-ekkel kapcsolatban, hogy ők egyáltalán nem érezték, hogy ezt vizsgálni kellene. Azért mondom, hogy ha elfogultak a belga és az uniós hatóságok vagy intézmények egy ilyen ügyben, akkor az magyar ügyészség biztos egészen szívesen segít pártatlanul kinyomozni ezeket az ügyeket. Azt mondja T. Robert, attól tartok, hogy a nevét sem vagyok hajlandó kimondani ennek a keshet, igen, valaminek, aki Varga Judit férje volt, ugyanazt érzem, mint amikor azt hallom, hogy az ukrán vagy Zelenszkij, vagy éppen a Macron megvetést és utálatot. Hát az biztos, hogy Magyar Péter mindenkiből indulatot vált ki, vagy ilyet, vagy olyat. Igen. No, szerintem most ennyi, és itt vár a vonalban már Kata Türelmes, úgyhogy én nem is húznám tovább az ő idejét. Szép jó napot, kezit csókolom. Jó napot kívánok, Robert, üdvözlöm Önt is, a nézőket és a hallgatókat. Hát én először telefonálok Önökhöz, picit zavarba is vagyok, mindig nézem a műsorukat, és nagyon szeretem. Csak nyugodtan, itt mindenki kíváncsi az Ön véleményére. Akit nagyon hiányolok, hogy ritkán látom. De hogyha megengedné, én egy kis saját problémát, vagy igazából ezt közügynek is mondhatjuk, mert egészségügyre van szó. Én nagyon-nagyon
drukkoltam, hogy most az ápolók, mert az én lányom is ápoló, hogy megkapják ezt a 20-20%-ot, amit beígértek, és ugye ő egy hónapja már megkapta, hogy mennyit fog kapni 19 év után, és nem akartam elhinni, és egész idáig csak biztattam, és biztattam, hogy ez biztos nem úgy van. Na mindegy, tegnap megjött neki ugye a számlájára a pénz, Robert, mondom, ahogy van, 4%-ra jött ki a béremelése. Uh-huh. Úgy, hogy én, mint nyugdíjas is kaptam 6-ot. Szóval ezt, hogy nem értjük, hogy pont, mert hogy valahogy meg van határozva, hogy melyik mennyi év után, hát ő 19 éve már dolgozik az egészségügyben, meg van szabva, de hogyan lehet, ha 20%, akkor van, aki meg mennyit kapott? 38-at, 40-et, vagy én nem is értem. Kedves Kata, bevallom, hogy ugye, ahogy ön is említi, ez egy differenciált béremelés, amelynek ugye az átlaga ez a 22-23%, most hirtelen nem vagyok már képben. Ezügyben attól tartok, hogy a munkáltatótól kellene valamiféle kiindulási pontot kérni, hogy ez miben, hogyan alakult így, mert ebben erre én nem fogok tudni semmiféle választ adni. Igen, én ezt tudom, csak én azért így bízom önökbe, hogy hát ha tovább tudják, mert én nagyon szeretem a Bayer Zsoltot is, és tudom, hogy mi mindent tud híreket ugye az ő műsorába is idehozni, akár kintről, ugye nyugatról a borzalmakat meg mindent, és esetleg, ha valamit valakit el tudnának érni, hogy mert én ugye akkor a Mokkába is néztem a műsorba, elmondták, hogy tényleg meg lesz, és én nyugtattam a gyermekemet, hogy ne aggódj, meg lesz tényleg, amit ez a kormány megígért, az még mindig megvolt eddig, és megkaptátok, amit ígértek, mindig megvolt. És most itt van egy fenékre ülés, hogy kijött neki az előző havihoz 4%. Uh-huh. Tehát, hogy ez hogy tud kijönni így? Érti, Robert? Nem tudok sajnos válaszolni. Nem tudom megmondani. Nem. És ez sajnálom. Nekem most annyira rossz, mert tényleg úgy bíztunk benne, biztattam. Igen. Uh-huh. Hogy tudom, hogy... Járjanak utána, mondom, a munkáltatóval egyeztetve, nem hogy miről szól ez a történet. Feladata, csak az emberben úgy benne van most, hogy úgy elpanaszolja, amikor itt küzdök mindig, mert körülöttem is annyi baloldali, meg a családba is, és minden meg kell harcolni, és most majd szépen majd odaállhatnak elénk, hogy na, látjátok, hát mégsem úgy van, ahogy ti mondját. Hát nagyon sajnálom, ez nem hangzik és jól, és teljesen ezért, értem a felindulását. Ezért szerettem volna én csak ezt elmondani, mert ez tudom, én azt javaslom, hogy mindenképpen egyeztessen a kedves lánya a munkáltatóval, hogy hogyan jött ki ez az összeg, hát, de nyilván ez nem is lehet, egy magánok, is... hanem aki ebbe tartozik bele, ugye más kapott 80 ezeret esetleg, ő meg 1-2 ezeret. Uh-huh. Hogy nagyon, azért ez egy kicsit durva. Igen, szomorú hallani, mondom, igen. Egy differenciált béremelés esetében biztos, tudjuk, hogy vannak, ugye, akik jobban járnak, van, aki rosszabbul, vagy nem kevés, rosszul nem, de kevésbé jól. Én azt gondolom, hogy ez valóban egy, hogy is mondjam, szemmel nehezen észrevehető emelés, amit az önkedves lánya kapott. Utána kell járni, hogy ez miért alakult így. Úgyhogy... Tudtuk, hogy lesz különbség, meg nem egyformán, de ezt én nem tudtam elhinni. Nem akartam elhinni, amikor próbáljanak már meg. Egy hónapja megkapta. Igen. Próbáljanak meg egyeztetni ez ügyben a munkáltatóval, hogy ez hogy alakult, mert ezt innen megválaszolni sajnos nem tudom. Tudom, Kata, nem is. Nagyon sok sikert kívánok ehhez a feladathoz. Kezdj csokkolom, viszonthallásra. Viszonthallásra. Igen, erre tényleg nehéz bármit mondani, úgyhogy nem is teszem. Inkább kapcsolom Lászlót. Szép jó napot, üdvözlöm! Tiszteletem, hogy Nagy László vagyok Szegedről. Üdvözlöm, László! Hát gyárilag csak a Magyar Péterbe akartam beleszállni. Csak nyugodtan. Csak tegyük, tehát ha úgy kezdi, hogy beleszállni, akkor azért tegyük kultúráltan, jó?
Teljesen kulturáltan akarom, tehát csak úgy értettem a beleszállást, hogy ez elszabadult, mint egy fél hülye hajóágyútó. Na mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy az újságírók ezt másodpercek alatt ki tudják deríteni, ott van a testvére. Mert teljesen úgy viselkedik, most nem arra akartam kiukadni, hogy egyedül nem lehet ilyen hülye, mert az már régi duma, tényleg, hogy van a testvére, mert teljesen úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett. Én úgy tudom, hogy van testvére, van testvére, ezt egészen biztosan tudom, olyannyira, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor ő televízió riporter is volt korábban az ő testvére, sőt, mi több, talán most is valamiféle ilyen beszélgetős podcastot, vagy valami ilyesmit csinál, de nem esküszöm meg rá. De mindegy, mert úgy viselkedik ez a pasas, mint egy elkényeztetett idióta gyerek. Tehát ez a tipikus viselkedése, mert arra gondoltam, hogy itt ki kéne rakni a nyakába a mama kedvence partedlit, és innentől csak mama kedvencének hívni ezt a Magyar Pétert, és akkor mindjárt helyre kerül, mert utána is fogják, és saját videójával kéne hasba vágni. Ott van, ott áll a szerencsétlen kolléganőjük rezzenéstelen arccal, én csak csodáltam, hogy ezt ott csinálta, és egy rakás, hát nem is tudom, minek nevezzem őket, ott körülötte ordibál, biztos látta persze. A közvetítést. Na, hát le a kalappal futó Boglárka előtt, mert tényleg rendkívül ügyesen csinálta. Én azt néztem, hogy hol találhatunk még egy ilyen helyi tudósítót, akit szerintem odalakjuk két orosz meg egy ukrán közé, akkor is így beszélnek. Én azért nem kockáztatnám meg ezt, de igen, de szerintem helytállam ott csak, is. Csak, hogy ott is olyan nyugodtan. Tehát ennyi, hát az biztos egyébként, hogy is mondjam, Magyar Péternek a nőkkel való viszonyát tökéletesen megmutatta az a kiállás, amikor az ügyészségről kiállva rögtön két női riporterbe állt bele, tényleg keményen, azt gondolom. Hozzáteszem azt is, hogy amikor ugye az esti rendezvényén ugyanúgy jött a tömeg, és körbeállták kolléganőmet, és lefújogták, és nem tudom, nem hagyták őt dolgozni, akkor Magyar Péter egyébként egy pillanatra egy ilyen grállovakként lépett föl, és ő csendesítette a tömeget, hogy aztán élőbe be tudjon jelentkezni a Hír TV napi aktuális című műsorába. Tehát én azt gondolom, hogy azért, amikor ő úgy érzi, hogy jó színben tüntetheti fel magát, akkor ő mindent elkövet azért, hogy ezt meg is tegye. Hozzáteszem, az nem nagyon látszott a felvételeken, amit én a kolléganőmtől hallottam, hogy egyébként pedig mielőtt a tömeg őket körbevette, azelőtt éppen Magyar Péter volt az, aki sörrel a kezében a pódiumról fölhívta a tömeg figyelmét arra, hogy itt a Hír TV stábja, tehát így oda köszönt nekik, és az, hogy őket körbevették, az azért nagy valószínűséggel annak is köszönhető, hogy Magyar Péter erre tulajdonképpen, ha nem is felszólította, de úgy hát indirekt módon irányította az ő rajongóit. A lényeg, ami ahova ki akartam lukatni, az, hogy ezt a videót felhasználva a partedli a nyakába, hogy mama kedvence, és valahogy kéne belőle csinálni egy ilyen kis rövid kis videót, amit aztán fölrakni az internetre mindenhol orva szájba nyomni, hogy íme ezek akarják megváltani Magyarországot. És akkor ez a csűrhe úgy utokkal van. Hát ha jobboldali mémgyáros, ilyen mémgyártó hal minket most, akkor íme itt egy ingyen ötlet Lászlótól, hogy ezzel lehetne valamiféle humoros tartalmat készíteni belőle. Nem mondhatja azt, hogy hazudnak meg minden, mert a saját tüntetése, a saját emberei, és akkor még hozzátenni persze belerakni rendesen, hogy ez az elit, akkor milyen lehet a többi. Bocsánat, László, engedje meg nekem, hogy elköszönjek a Hír Televízió nézőitől, mert innen elmegyünk most egy pár perces szünetre, mi folytassuk most a rádióban. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel! Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel! Köszöntöm újra a Hír Televízió nézőit itt a Palaverben, és ott tartottam éppen, ahogy a Hír FM rádió hallgatóinak SMS-eket olvastam be, és hát ahogy megjósoltam, nagyjából jött is, azt írja valaki nekünk, hogy
Pillanat, már is megtalálom. Na, hova tűnt? Ja, igen, itt van. Alakul a hátatoknál, már kész a rács, készül előre is tetves banda. Annyira szeretem egyébként, hogy mindenki be akar csukatni. Én mondjuk biztos tudnék egyet pihenni, egy nem tudom, egy 30 napot ilyen rács mögött, bár nem hiszem, hogy jól érezném magam, de hogy azért az, hogy jogállamban élünk, az azt is jelenti, hogy az ilyen baloldali, nem is tudom, trollok nem azt csukatják ám be, akit ők akarnak. Tehát, hogy itt vannak hatóságok, nyomozóhatóságok, ügyészség, bíróság, aztán majd szépen ez így működik. De tudjuk, tehát, hogy több baloldali politikus elmondta már, hogy ha kormányváltás lesz, akkor sem munkák nem lesz, sem szabadságunk nem. Hát ehhez először kormányváltásra lenne szükség, amit momentán már 12 éve nem képes végrehajtani a baloldal, úgyhogy az ilyen üres fenyegetésekkel pontosan ugyanezt tudom tenni, mint az övékkel, hogy hát... elolvasom, csak pont nem érdekel. No, viszont az adás az igen, úgyhogy folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Három témánk van már, az egyik, hogy Karácsony Gergely szerint nincs városháza eladási botrány, ehhez képest a negyedik gyanúsítottat állítja elő ez ügyben a nyomozóhatóság. A másik az, hogy Magyar Péter egészen érdekes módon Mészáros Lőrinc egyik cégénél kilincselt állásért, mielőtt úgy döntött, hogy forradalmárrá válik. De ez úgy tűnik, hogy senkit nem érdekel az ő támogatói közösségében. Harmadik pedig, hogy szintén nem érdekli különösebben a német tőkét, hogy a saját kormányuk a Zelenszkij Oroszország elleni háborúját támogatja, mert hogy ők viszont befektetnek abba, hogy az Oroszország által megszállt egykori ukrán területeken végrehajthassanak újjáépítési feladatokat. Hát igen. Das Geld, az úgy fontos, tehát az sokszor felírjél sok mindent. Ezek lennének a mai témáink, a telefonszámaink pedig 0677992999, illetve az SMS számunk 0677953. És a vonalban itt van velünk Rita. Kezit csókolom, szép napot! Üdvözlöm, kedves Robert, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is. Hát a középső hírrel kezdeném, hogy legyen itt egy átkötés a továbbiakhoz. Hát ez az MB nevű ember tulajdonképpen lehet, hogy kilincselt itt ott amúgy, de hogy nála kilincseltek valószínűleg mások is. Azt abból gondolom, hogy amikor az amerikai nagykövet azt mondta, hogy ha itt nem mennek simán szépen szőrmentén a dolgok, akkor vannak más eszközeik is. Miután jön az április 6-a, én azért szeretném azt, ha mindenki, aki oda megy, sőt mindenki, aki otthon marad, higgadtan és normálisan átgondolná, nehogy ott majdan legyen valami. Hadd adjak ehhez még egy adalékot, kedves Rita, mert a napokban feltűnt egy olyan sajtóhír is, hogy David Pressman, amerikai nagykövet már felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel, amit egyébként Magyar Péter, aki hát nem minden vele kapcsolatos hírt szokott hirtelenjében cáfolni, azért ő ezt megpróbálta nagyon gyorsan elmondani, hogy soha nem beszélt David Pressmannel. És hát ez rendben is volna, hiszen biztosan így van, csak azért azt ne felejtsük el, hogy Magyar Péternek mostanában a kampány sofőrje és kedvenc versmondója az a Nagy Ervin, aki viszont ott ült már tavaly húsvétkor, ugye? Igen, tavaly a zsidó húsvét idején, a Pészak esten, Gyöngyösi Mártonnal együtt, David Pressman rezidenciáján, tehát azért... Szóval, hogy mondjam, értem én, hogy tagadni kell sok mindent, de hát azért, ha akarta, akkor David Pressman mégiscsak valahogy elérte Magyar Pétert. Hát ezt mondom, hogy ha nem közvetlenül, akkor közvetlenül. A másik, hogy a David Pressmannél jártak újságírók, jártak bírók korábban, azért rakjuk már össze egy kicsit ezeket, hogy ez a vannak más eszközeink, mondom, én készséggel elhiszem, hiszen nem tudhatom, hogy ki kinél jár, de közvetítők mindig vannak, úgyhogy itt nagyon érdekes dolgok lehetnek, és mondom, nézzük meg szombaton, és még később is, hogy majd annál, hogy legyen valami, direkt használom ezt a kifejezést. Na jó, értem. Szóval az ilyen MP-szerű kreatúrákról egyébként írt a bölcs Salamon a példabeszédekbe, ilyeneket mond, hogy felfogalkodottságjára bukás előtt, ilyeneket, hogy átkozott, aki pénzért, hatalomért a jót rossznak, a rosszat jónak mondja, és a másik a sötétekbe tévejeg a harag fia, és nem tudja, mibe esik el.
el fog esni. Volt egy kedvenc főnököm, az mondta, hogy szalad a csikó, majd megbotlik. Szóval nem tudjuk, hogy mikor jön ez a pillanat, hogyan jön ez a pillanat, de az ilyen, hogy mondjam, szupernovák szép nagyot világítanak, aztán kiégnek, és elsötétül utánuk az ég. Szóval ez nem véletlen, hogy ez most lett, és sajnos a magyar lakosság egy jó részénél a mexikói, meg török, meg mindenféle megvalóság sok miatt az egész egy olyan felhájpolt szuperlatívuszokkal a média és a sajtó minden ágába követett módon megy, hiszen a médiáknak tulajdonosaik vannak, és azok pénzt akarnak, és a szükségesnél nem, mintha a dolog nem lenne fontos, nem negligálom a dolgot, olyan mértékben gerjesztik a mindenfélét, hogy az most látjuk. De egyébként nincs ebbe a tenger, ebbe az egész jelenségbe benne van az amerikai, meg az európai valóság. Ez nem magyar módszer volt. Bocsásson meg, kedves Rita, annyi van, hogy itt az előbb ugye beolvastam egy SMS-t, hogy valaki érdeklődött, hogy hol lehet fogni Békés megyében a Hír FM-et, és kollégáim voltak olyan kedvesek, és kiírták nekem ide a monitorra, hogy Békés Csaba és környékén az FM 91,8 frekvencián lehet hallgatni minket. Köszönöm a kollégák segítségét. Közben megkérdezem őket, hogy a számláló az nekem mit mutat most jelen pillanatban. Igen, tehát az van, hogy kedves Rita, hadd mondjam azt, hogy viszonylag gyorsan hadd kérjem még ki a véleményét a másik témában, mert utána érkezik kollégám a radarból, hogy elmondja, hogy Budai Ívet fog bejelentkezni nálunk, hogy mi lesz a radar mai tartalma. Jó, akkor még a városház Igen. eladáshoz gondoljunk vissza arra 8 évre, amit a Gyurcsány kormány alatt volt, és nézzük meg azt a 8 vagy 12 évet, amit az Orbán kormány alatt. A Gyurcsány kormány volt az, aki az adósságok fejébe eladta volna az országot szakpak, országházastól, koronástól, aláírták egy örökös tartozási papírt az IMF-nek. Úgyhogy gondoljunk már arra, hogy ez kicsibe. Tehát amit ők csináltak nagyba, a módszer és az eszköz, most eladnák a városházát, vagy eladták volna. Szerencsére mindenfelé vannak szemek és fülek, és ez ugye kiderült, és lebuktak, és ezért nem merték csinálni. Úgyhogy Gyurcsány az képes arra, hogy aláírasson, vagy elintézen ilyen nagyszabású dolgokat, mikor aláírták ezt az adósságlevelet. Szerencsére az Orbán kormány visszafizette ezeket a kalóz adósságokat. Hát és ráadásul nagyon sok mindent vissza is szerzett, ugye azokból az eladati javakból, amelyeket akkoriban elherdáltak. Így van. Kedves Rita, majd most puszi, minden jót. Nagyon szépen köszönöm, kezit csókolom, viszont hallásra. És hölgybe telefonálunk után, egy másik hölgyet köszönhetek itt. Szervusz, Ivett, Budai Ivett kolléganőm van a vonalban, és elmondja nekünk, hogy miről fog szólni a mai radar. Szia! Szervusz, Robi, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is. Hát sok témával készültünk, ezek közül most 3-at szeretnék kiemelni. Foglalkozunk például a vadbalesetekkel, ugyanis egy kihalt autóúton 90 km/h békésen haladva kigondolná, hogy bármi végzetes történhet. De sajnos ugye az állatok nem ismerik az úttest szabályait, így azt is mondhatnánk, hogy a jelzőtáblákkal ellátott útszakaszok tulajdonképpen életveszélyesek, mármint amelyek a vadveszélyre figyelmeztetnek. De vajon mit tehetünk akkor, hogyha a volán mögött ülünk, és a nagyvad már felénk szágult, felénk repül, kiderül majd a mai adásunkból. És nem tudom, Robi, hogy te szereted-e a sört, de erről is lesz szó a mai adásunkban, méghozzá Eper Marci foglalkozott a témával. A sör szinte egyidős a civilizációval, hiszen a története több ezer éves múltra tekint vissza. Szemere István és felesége is rajong a nagymúltú italért, ezért úgy döntöttek, hogy létrehozzák Európa egyik legszebb sörös korsó múzeumát, megmutatjuk a mai adásunkban. És a vakok és gyengénlátók nap mint nap rengeteg nehézséggel küzdenek meg. A Híd elemi rehabilitációs központban pedig többféle program közül választhatnak a látássérültek. A radar stábja pedig egy konyhai alapismeretek oktatásra látogatott el. Ezzel is foglalkozunk ma, 17 óra 30 perckor kezdünk, ha tehetik, tartsanak majd velünk. Köszönjük, Ivett, bevallom. Köszönöm neked, hogy én ilyen meteorológiai alapú alkoholfogyasztó vagyok, tehát 25 fok fölött már csak fröccs, 25 fok alatt viszont még szoktam sörözni. Úgyhogy akkor érdemes lesz neked is megnézni az adást. Az biztos, mert a szép korsókat is nagyon szeretem. Köszönjük szépen, köszönöm, jó munkát szépen nektek, szervusz. És akkor ilyen vidám témák után térjünk vissza ehhez a
nem annyira vidám politikához, de hát mégiscsak ez a mi fő profilunk, és valaki azt írja, hogy Magyar Péter csak két dolog érdekli, a lóvé és a hatalom minden áron, a többi csak süket rizsa. Azt gondolom, hogy a köznyelv az mindig sokkal jobban meg tudja fogalmazni egy politikai aktornak a jellemét, mint amit akár egy hosszas politikai elemző műsor. Valaki pedig azt írja, a pressmenéknek megéri az az 5 millió dollár, ahogy az Ukrajnában is megérte. Hát azt gondolom, hogy ide már sokkal többet befektettek most is valószínűleg, de hát láthatóan azok a dollárok, azok így szétgurultak különböző zsebekbe, de hát eredményt azt úgy tűnik, hogy nem nagyon tudnak hozni a demokrata amerikaiak elvárásai szerint az itteni dollárbaloldaliak. Igen, jó, hát van itt annyi SMS, hogy én szerintem napestig olvashatnám, de közben itt vár minket a vonalban. Hát most kicsit bizonytalan vagyok, hogy Imre vagy Ferenc volt-e hamarabb. Ha valakit tovább váratok, akkor elnézést kérek, Ferenccel folytatjuk. Üdvözlöm, Ferenc! Tiszteletem, Robert! Tiszteletem! Egy érdekes gondolat. Van egy emlékeztető, mindig szoktam emlékeztetőt mondani telefonba. Hát arra emlékszem, hogy Zelenszkij még felszólalt az ENSZ-be, addig a felesége több mint 1 millió dollárért vásárolt ékszert, ami nyilvánosságra került nem régiben. Én hát minden, ez a hír mindennél magá, mindenkor magáért beszél. Én is azt gondolom, de ugye beszélnek itt másról is, mindenféle offshore számlákról, meg külföldi ingatlanokról, meg jó üzlet a háború. Mindenki vég. Kivéve azoknak, akik a lövészárokban vannak. Amit akar. Na most a Varga Judit miniszter asszonnyal szeretnék gondolkozni, mert én sakkoztam régebben gyermekkoromban, és nem vesztettem el sohasem a megyei bajnokságba egyetlen egy játszmát sem. És ott megtanultam, hogy a legjobb védekezés a támadás. Én úgy gondolom, hogy legalább 1 millió ember mozdulna meg ezért az asszonyért, ezért a becsületes miniszterünkért, azért ki kellene állni mondjuk a Szent Királyi Alexandra mellett kampányolni. És azért kampányolni, hogy túl azon, hogy rendet tesznek Budapesten, a közpénzt nem engedik elherdálni, túl azon, hogy azok a hölgyek, akik szenvednek életük során, van, aki egész életében szenved azoktól a férfiaktól, akik elnyomják őket, akik nem fölemelik őket, hanem letaglózzák. Mármint lehet. Így van, és egyébként nagyon érdekes, hogy ez egy olyan sikamlós terület, amelyben különböző adatokat minden politikai célzatú hergelő fel tud használni. Nemrégiben megjelent egy olyan hír valamelyik baloldali portálon, hogy nem is tudom, hogy milyen arányban, de nagy arányban megemelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak a száma, és ezzel azóta a teljes baloldal kampányol, hogy lám-lám Varga Judit tevékenységének ez lett az eredménye. Miközben azt gondolom, hogy minden szakember elmondaná, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatban a legnagyobb a látencia, vagyis a nyomozó hatóságok tudomására az ilyen ügyeknek elenyésző hányada jut, mert maguk az áldozatok nem kérnek segítséget, nem merik felvállalni, hogy őket akár pszichikailag, akár fizikailag bántalmazták. Most, ha tényleg emelkedett az áldozatok száma, akkor szerintem egy dolgot jelent, mégpedig azt, hogy sokkal többen merik felvállalni, hogy ez ügyben segítséget kérjenek az államtól, ami, hát, hogy mondjam, ebben az ügyben ennél nagyobb segítséget az állam jelen pillanatban nem tud tenni, és ezt üzenem azoknak is. A nyilvánosságra ki kell mennünk Varga Judit vezetésével, és én biztosan tudom, gondolom, az én ismeretségi körömbe legalább egy busznyi embert vinnék, ahogy a békamenetre elmentünk, több busznyi embert vinnénk oda,
és az ütős lenne. Igen, de... összeszednek ezek akármennyi embert, de ha mi százszorosát összeszedjük, és megjelenünk, akkor azt nem bírják lenyelni. Kedves Ferenc, az a helyzet, hogy ugye Varga Judit miniszterasszony lemondott korábban már a miniszteri posztról, utána lemondott az Európai Parlamenti listavezetői helyéről. Igen. Ő jelen pillanatban kvázi visszavonult, ugye az interjúból, amit Hajdú Péternek adott, azt is megtudhatjuk, hogy asztalos munkákkal foglalkozna szívesen. Tehát, igen, de innentől kezdve az ő döntése, hogy igen, de innentől kezdve az ő döntése, hogy mit szeretne, hogy mi hogy álljunk ki mellette, mi az ügy mellett, vagy a családon belüli erőszakkal szemben folytatott harc mellett tudunk kiállni. Aztán ő eldönti, hogy ez ügyben van-e olyan véleménye, ami a nyilvánosságra tartozik, vagy sem. Ferenc, viszont nagyon kevés időnk van, engedje meg, hogy még néhány percet Imrének is adjak a televíziós adásból. Köszönöm szépen, hogy hívott minket, további szép napot. És akkor üdvözlöm, Imre! Jó napot kívánok! Tiszteletem! Én csak annyit szeretnék ehhez a, hát a én szemszögömből nézve nem Magyar Péternek hívom, hanem Ávos Péternek, mert én emlékszek, mert hát én már 76 éves vagyok, és megéltem azt, amikor a Rákosi rendszerben, Kádár rendszerben ugyanilyen a szomszéd lestő, hogy a másik mit mond, mit csinál, följelentette. Hát ez lehet, hogy valami ilyesmiket sokat tanult ezektől, meg a Stázitól, Kelet-Németországba, mert ez egy undorító dolog az, hogy én engem nem érdekel az, hogy a szomszéd mit csinál, vagy hogy mit csinál. A feleségemet, meg a családomat pedig nem, egyszerűen nem használnám fel ilyen dologra. Ez egy undorító dolog. Ezt a magyar, vagy Ávos Pétert be is fejeztem. A másik pedig len, amit akartam még hozzászólni, mert mindig mondják ezt, hogy hát ennyi kórház, meg annyi kórház, mit tudom én. Hát akkor a kórházakat, én emlékszek arra, hogy még a Fidesz előtt zárták be Újpesten, például a Árpád kórház, Károlyi kórház, szülőotthon. Amelyet most el is akarnak adni a baloldali vezetésű önkormányzat hathatós segítségével, ha jól olvastam. Egy kórházat félig meddig megnyitottak, akkor volt ott még egy a Baross utcában a tüdőosztály, ami fertőző osztály volt, azt is bezárták. Na most én azt akarom ebből, hogy Dunakeszülről, Fótról, Magyarod, Palota, hát oda jártak ezekbe a kórházakba. Azok most hova? Bemennek Pestre? Szabolcs utcai kórházat bezárták, most nyitnak valamennyi részét. Szóval azért mondom, hogy hagyjuk ezeket, amit ezek csinálnak, az borzalom. Na, más se csinálnak, csak mindig mondják, hogy ezt eladtak, azt eladtak. Igen, emlékezzünk csak vissza, amikor 90-es években rendszerváltás volt, a rengeteg nyaraló, ami Balatonon volt, szakszervezetüdülők, pártüdülők, Kádár Jancsi bácsinak a vadászházai, mert hát nem az ő nevén volt, nem ő tulajdona, például Gyulaj, vagy Gyula, ahogy mi Siófoktól megyünk lefelé, Pécs felé. Ott is egy hatalmas vadaspark van, ami dámbad. Hát egy olyan kastély van ottan, hogy az borzalom. Az is a övéké volt. A Gemenci erdő övéké volt. Akkor mi lett a, hogy is hívjákkal, eladták ők a füzéradvány, ahol én is voltam tüdőszanatóriumban, gyerekeknek volt, azt is eladták. Eladták a Parádsasvári kastélyt, üdülőt, ott is voltam nyaralni, mivel hogy nagycsaládosok voltunk, heten voltunk testvérek, és apám így kapott egy gyerekre egyszer-kétszetes üdülést. Tehát azért mondom, Sopron, Kőszeg, Balassagya, hát ezeket mind ők adták el. Akkor most miért, nem tudom, hogy mit kell itten beszélni. Hát meg az előbb itt beszéltük Ritával talán, hogy nem is tudom, hirtelen nem emlékszem a pontos számra, de talán 300 fölött volt azoknak az állami vállalatoknak a száma, amelyeket értékesítettek részben vagy egészben. Tehát tulajdonképpen a teljes nemzeti vagyont kiárulták, és igen, ők jönnek most igen, mindenféle igen morál ötletekkel. Hozzáteszem, az én megítélésem szerint Gyurcsány Ferenc kormányának legnagyobb bűne
az az volt, hogy bezárták a Lipótot, mert szerintem azóta sokkal több bolond rohangászik az utcákon. Hát már ők is oda kerülnének. Akkor Újpest, hát lehet, hogy így akartak támogatókat szerezni, persze. Na igen. Hát Újpesten hány gyárat zártak be? Amit hirtelen föl tudnák sorolni, de ez nagyon szó lenne, legalább 15. Igen. Legalább 15-öt, és az hány Solymáról, mindenhonnan a környékről szintén jártak oda dolgozni. Szövödéket, lángépgyárt, hajógyárat, bőrdiszmű, asztalos vállalatot, mit tudom, ezeket mind bezárták, mind kirúgták, és na, a másik pedig lenne még, amit szeretnék mondani, hogy mondják azt, hogy most bejöttek ezek a kínaiak. Jó, oké, rendben van, beengedték őket. Elnézést, hogy mindjárt befejezem. Igen, hogy rövid az időnk. Ők, igen, őket bejöttek, de ezek munkavállalással jönnek 2 évre. De arról nem beszélnek, hogy mennyi vietnámi több tízezrével jöttek be, 90 előtt is már, mennyi arabot engem hoztak ide be, akiket az állam fizette. Én, ha jól emlékszem, egyébként Demszky Gábor volt egy olyan terv, hogy még az egész Csepel-szigetet bérbeadná egyébként kínai bevándorlóknak, aztán ebből szerencsére igen, semmi nem lett. Így van, tehát csak, hogy mondjam, rossz a memóriájuk szegényeknek. Nagyon köszönöm, igen, hogy velünk volt, Sán Imre. Bocsánat, nincs más semmi időnk, mert teljesen lejártunk, sajnos el kell köszönnünk a tévénézőktől, de köszönöm, hogy hívott minket. Viszont hallásra. Jó, viszont hallásra. No, hát ahogy mondtam, tényleg lejárt az időnk, a televízió nézőktől elköszönünk, további szép napot mindenkinek, maradjanak a Hír TV csatornáján. Az adást azonban még folytatjuk a Hír FM-en. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.